Idén harmadik alkalommal rendezik meg a Szent András napi disznóvágás és pálinka mustra névre keresztelt gasztrorendezvényt. Napkor és Kisvárda után ebben az évben Balkány ad otthont a disznóvágásnak és az azt követő közösségi és nagyszínpadi programoknak. Balkányhoz 24 tanya, működő tanyavilágon van. A tanyán ma is folyamatosan vágják most már a disznókat, és folyamatosan állattartással is foglalkoznak. Úgyhogy mondhatom azt nyugodtan, hogy mi ugyan egy város vagyunk, de mégiscsak egy falusias környezetben vagyunk, így sokan vágnak még ma is disznót otthon. A Nyírségi Együttműködési Nonprofit Kft. És a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közös szervezésében megvalósuló hagyományőrző nap alkalmat teremt egy gazdafórumra, illetve a Magyarok Kenyere program több tonnányi liszt adománya is gazdára talál a civil szervezetek közbenjárásával. Beleillesztettük ebbe a rendezvénynek a fénypontjába, itt 10:30-től kezdődik a Magyarok Kenyere programon belül azoknak az adományoknak az átadása, mi is 15 civil szervezetet ebből a megyében, 15 és 35 más a liszttel ajándékozunk meg. Ezek a civil szervezetek ezeket a lisztadományokat karácsony közelettével eljuttassák rászoruló családok számára, úgyhogy azoknak a gazdáknak is nagyon szépen köszönöm a közreműködését, akik összeadták ezt az adományt a megyében. 165-ön csatlakoztak ehhez az adományozáshoz, és egy 53 tonna lisztet raktak, adogattunk össze, amit ez a 15 civil szervezet fog majd átvenni jelképesen. Simon Miklós országgyűlési képviselő köszönetét fejezte ki a szervezőknek, és reméli, hogy a rendezvény vándorló jellegénél fogva minél több településen otthonra lel majd a térségben, ezzel is ápolva nagyszüleink hagyományait. Változott a korral ez a hagyomány, és örülök annak, hogy vannak olyan emberek a térségünkben, a környezetünkben, akik próbálják feleleveníteni a disznóvágás hagyományát. Köszönet érte, és azt kívánom, hogy itt Balkányban nagy sikert arasson a rendezvény, és a későbbiekben pedig várjuk a választókerület többi más jeles helyére is. A sok finomság és szórakozás után a szervezők gondoskodnak arról is, hogy izgalmas módon dolgozhassák le az érdeklődők az elfogyasztott kalóriákat. Vasárnap reggel napkoron szerveznek futóversenyt több kategóriában. Az elmúlt 3 évben a futóverseny nemzetközivé nőtte ki magát, idén is több száz futót várnak. Nem csak a torkoskodás Andrásnap alkalmából, hanem ugye a Napkori Sportegyesület színeiben napkoron, a napkori erdőben Andrásnapi futóversenyt rendezünk, ahol keressük a leggyorsabb Andrást, de nem csak Andrásokat várunk a futóversenyre, ugye, hanem bárkit, fiataloktól egészen a szenior korosztályig, ezért rendezünk ugye több távot a napkori erdőn belül. A szombati balkányi rendezvényre reggel 8 órától várják az érdeklődőket a Városi Sportcentrum területén.